Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök az Art Kultúra című magazin műsorunkat látják 2019. október 18-án, pénteken. A pontos idő 20 óra, kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Testvértelepüléseink műsorai az őszülőn. Csonka András műsora. Az őszülő idejében zajlott mezőtúron a testvértelepülési találkozó, amelynek alkalmából számos programot valósítottak meg az ide látogató vendégek, gyermekek számára. Sepsikőröspatak Kálnokról és Árkosról érkeztek diákok tanáraikkal, akik az őszülőn egy kis műsorral érkeztek a látogatók számára. Hallhattunk népmesét, népdalt, amit a maguk hagyományaihoz hűen adtak elő a fiatal tehetségek. Testvértelepülésekről érkezett gyerekek műsora következik, méghozzá Sepsikőröspatak Kálnokról, illetve Árkosról érkeztek mesével és népdallal. Először is Sepsikőröspatak Kálnokról Téglás Szidónia népmesét fog önöknek mondani. A vénasszony meg a halál. Hol volt, hol nem volt? Volt a világon egy igen-igen vénasszony, aki öregebb volt az országútnál, vénem volt az öreg Isten kertészénél. Ez a vénasszony sohasem gondolt arra, még akkor sem, mikor már a Hamut és Mamunak mondta, hogy egyszer még meg is kéne ám halni, hanem ahelyett úgy dolgozott, úgy lótott, futott a gazdagság után, csetlet, botlott, az egész világot el akarta nyelni, pedig nem volt senkije sem. De volt is ám az igyekezetének láttatja, mert utóvégre úgy megszedte magát, hogy jobban se kellett. Egyszer azonban az ő nevét is kikrétázta a halál, el is ment hozzá, hogy elviszi magával. A vénasszony sajnálta otthagyni a gazdagságot. Kérte hát a halált, könyörgött neki, hogy ne vigye el még egy darabig, engedjen neki ne többet, csak 10 esztendőt, vagy csak 5-öt, vagy csak 1-et. De a halál nem akart engedni, hanem azt mondta, készülj hamar, ha nem jössz, viszlek. A vénasszony csak kért, csak rimánkodott, hogy engedjen neki valami kis időt, ha nem sokat is. De a halál nem akart engedni. A vénasszony mégis addig rimánkodott, hogy így szólt. Na nem bánom, adok hát 3 órát. Az nagyon kevés, hanem ne vigyél el ma, inkább halaszd holnapra. Nem lehet. No, de mégis. Nem lehet. Ugyan már. No. Na, ha olyan nagyon akarod, mondja a halál, nem bánom, legyen. Még azt kérném, írd fel az ajtóra, hogy holnapig nem jössz el. Biztosabb leszek, ha ott látom az írást. A halál nem akar több időt tölteni. Nem kötekedett tovább, hanem elővette a zsebéből a krétát, s az ajtó felső részére írta, holnap. Azzal elment a dolgára. Másnap reggel, napfölkelte után, elmegy a halál a vénasszonyhoz, akit még akkor is a dunna alatt talált. Na gyere velem, mondja a halál. Nem addig van az, nézd csak mi van az ajtón. A halál oda néz. Látja az írást, holnap. Na jól van, de eljövök ám holnap. Azzal eloldalgott. Ez így ment egy hétig. Na nem szedsz rá többet, holnap. De jól megértsd, holnap. Érted, jövök, s magammal viszlek. A halál elment. A vénasszonynak pedig csak leesett az álla. Már látta,
holnap akarja vagy sem, meg kell holni. Félt, reszketett, mind a kocsonya. Találgatta, hogy hova bújjék. Volt a kamrában egy hordó, csorgatott méz, beleült abba. Csak az óra szeme szája látszott ki. De hát, ha itt is rám talál, jobb lesz, ha a Dunnába bújok. Kijön hát a mézből, s belebúj a Dunnába a toll közé. De ezt sem javasolta magának. Ki akart hát jönni, hogy más, jobb búvóhelyet keres, amint mászott kifelé, éppen akkor toppant be a halál. El nem tudta gondolni, micsoda Isten csodája lehet ez az izé. Úgy megijedt tőle, hogy itt majd kitörte a nyavaja. Jegységében úgy elszaladt, hogy még tám máig sem ment a vénasszony felé. Köszönjük szépen! Téglás Szidóniát hallhatták. A folytatásban magyar lapádi népdalokkal Árkos testvértelepülésről érkezik Pál Zsófia. Mit mondaná babám, ha elhagynálak? Mit mondaná babám, ha elhagynálak? Azt mondaná, verjen meg a teremtő, azt mondaná, verjen meg a teremtő. Mert nem voltál soha igaz szerető, mert nem voltál soha igaz szerető. Édesanyám, ne tiltson a babámtól, édesanyám, ne tiltson a babámtól. Ha meg akar menteni a haláltól, ha meg akar menteni a haláltól. Ki kit szeret a valéje világát, ki kit szeret a valéje világát. A valéje le a fiatalságát, a valéje le a fiatalságát. Kéket sárgát virágzik a temető, kéket sárgát virágzik a temető. Jaj, de hamis a mostani szerető, jaj, de hamis a mostani szerető. Engem szeret másnak a cagasztája, engem szeret másnak a cagasztája. Jaj, de hamis minden megmozdulása, jaj, de hamis minden megmozdulása. Pál Zsófiát hallották Árkos testvértelepülésről. Szintén innen érkezik egy mesével, Török Tamara, fogadják szeretettel. A székelyasszony és az ördög. Hol volt? Hol nem volt? Volt egyszer a széles nagy világon egy székelyasszony. De az a világon mindent a visszájára cserekedett. Egyszer mondja az ura, hogy hozza ki hamarabb az ebédet a szántóba. De ő azért is legkésőbbre vitte. Másszor mondja, hozzon jobb ételeket. De ő azért is a legrosszabbakot vitte. Egyszer gondol magába az ura, s ezt mondja neki.
No, feleség, nehogy te az ételt a Markihoz. Nehogy töltött lyukocs palacsintát az melláté. Szántóba nem illik. Az asszony csak azért is, hogy leghamarébb kiviszi, mégpedig töltött lyukocs palacsintát. Másnap nekiáll az ura, ás egy mély gödröt a szántó földvégébe. Ha egyszer jön a felesége az ebéddel, s leülnek a gödör mellé önni. És azt mondja egyszer az ura, hé, feleség, nehogy közel menj a gödörhöz. Az asszony csak azért is közel ment. Hé, feleség, nehogy beléhass a gödörbe. Az asszony csak azért is beléhesed. Tyú, hé! Az ura vizet hagyta, s elment haza. De nem tud kijönni az asszony. Az kaparászik, a mászik, az onnan bizony nem tud kimászni. Egyszer mormolja magába, hogy bárcsak innen valaki az ördög is kivinne. S mit látsz eme? Ott terem egy ördög, s azt mondja neki. No, azért jöttem, hogy kivigyelek, ülj fel a hátamra. Az asszonynak nem is kellett több. Felült a hátára, s az ördög kivitte. S azt mondja neki az ördög. Na, már szállj le. Én bizony nem. No már meg, majd leszállasz, aztán nyargalni kezdett véle egyik hölgyről a másikra, míg elfáradt. Na már, szállj le a hátamról! Én bizony nem. Megint nyargal véle az ördög, míg jól elfárad, megint megás, azt mondja. Szállj le már a hátamról! Én bizony nem. Megbúsul az ördög, hogy már mit csináljon. Hát egyszer messze-messze jöjj egy katona. Oda kiáltsa neki az ördög. Hé, katona uram, ha kendezt az asszonyt lehagysa a hátamról, én kiáltott királynak teszem. Mi se kellett egyéb a katonának. Leszáll a lováról, kirántja a kardját, s neki megy az asszonynak nagy káronkodva, hogy mindjárt ketté vágja, ha le nem száll. Az asszony csak azért is. Én bizony nehem. Szállj le asszony a hátáról, mert elvégzem az életedet. Én bizony nem. Na, nem, ülj ott az ördögbe, én bizony nem ülök. Aval elszökött, s az ördög úgy elfutott, hogy a lába se érte a földet. Másnap az ördög egy híd alatt várja a katonát, hogy tegye már őt királynak. Hát kikukucskál az ördög a híd alól, s messze-messze lassodja a katona, s odasugja. Hé, katona uram, nem jöjj az asszony! A katona odaszól, ne félj, semmit nem jöjj. Na, odaír a katona a hítos, azt mondja az ördög. Na, én tégedet királynak teszlek, csak menj el a királyhoz, én addig elfoglalom a lányát. De annak mindent odaígérnek, hogy csak engem onnan ki tudjanak küzni. De te csak ne busulj, és csak mondjad nekem, hogy bújj ki onnan ördög, mert én akarok belébújni. De aztán mondom, én más király leányát foglalom el, de nehogy onnét es kihagyj, ma aztán beléd buvok, örökre benned maradok. No, csak ugye másnap a katona elindul a királyhoz, mindenféle híre van, hogy a király leányát elfoglalta az ördög. Bejelent a katona, hogy ő bizony már ki tudja üszni az ördögöt a leányból. Azt mondja, bújj ki onnan ördög, mert én akarok belébújni. Az ördög bizony egyenesbe kivúbik, és a katonából király lesz. Telik múlik az idő, élnek boldogan, szépen, s mikor jöjj a hír, hogy egy másik királyleány foglal el az ördög. Hiák, oda is a volt katona, állj, de neki nem volt kedve menni. De mégis, hogy sok kincse, drágaságot ígérnek, elmenjen oda is. Oda is azt mondja ott is, bújj ki onnan ördög, mert én akarok belébújni. De ki bubik az ördög, s neki indul, hogy bújjék a volt katonába. De a katona neki toppás, azt mondja, hallod, ördög, ő az asszony. S abban az ördög úgy elfutott, hogy a lába se érte a földet. Eddig volt, mese volt, tarka kutyám sose volt. Csonka András, színész, énekes és műsorvezető is fellépett szeptember 28-án az őszülőn. A művész kisgyermekkora óta a színészi pályára készült, amelyben nagy szerepe volt annak, hogy édesapja is ebben a szakmában remekelt.
harmadik nekiugrással felvették a színművészeti főiskolára, amelyet 1990-ben végzett el, és nem sokkal később kapott szerepet az akkor induló Família Kft. Című műsorban, amely nagyban segítette a fiatal színész karrierjét. Nagyon fájt, jól tudom, mégis gyorsan búcsúzom, de egy vallomással most is tartozom. A szívem, csak tiéd, hidd el, bárhol lennék, mindig hozzád rohannék. Visszatart egy kis mosoly, semmi baj, ez nem komoly. Kicsit elhagytak, bár csak te kellesz, nehogy megdobáljatok. A szívem, csak tény, nálam lesz majd egy kép, amíg visszaérkeznék. Nézd, csókott a vász, véged megcsókott a vász. Bye bye baby, bye bye. Mi sírt kislány, még fáj, minden perc rólad szól, legyen bárkivel, bárhol, csókott a vász. Várnak már rám, a város másik oldalán, de azért újra nálad látok délután. Mert a szívem, csak tél, minden perctől lesz szép, más már hogy szerethetnék. Na most ti jöttök? Elmegyünk reggel dolgozni, elmegyünk iskolába, aztán este hazatérünk a lakásba. És remélem otthon mindenkit várnak azok a édes, aranyos, finom kis csókok. Ugyan úgy szól, hogy... Csókott a vász, ígérd meg, csókott a vász. Bye bye baby, bye bye. Miért sírsz kislány, miért fáj? Minden perc rólad szól. Sziasztok hátul is, hello! Csókott a vász, igen, megcsókott a vász. Viszlát, baby, viszlát. Várjám, kislány, várjám. Most a búcsú jött el, ne tarts vissza. Na még egyszer együtt vagy! Csókott a vász, igen, megcsókott a vász. Bye bye, baby, bye bye. Kislány, miért fáj? Minden perc rólad szól, legyen bárkivel, bárhol. Csókott a vász, ígérd meg, csókott a vász. Bye bye baby, bye bye. Várj rám, kislány, várj rám. Kislány, állj meg, kislány, gyerünk! Állj meg, kislány, és mondom a választ. Csak hagyd ide nekem, állj meg kislány, és elmesélem, hogy milyen az élet. Képzeljétek el, azt kérdezte tőlem egy kislány, hogy hány év, ezt a témát hagyjuk. És akarok-e én is megnősülni, vagy ablegén maradok. Jártam-e néha az iskola mellé, mert ő bizony szokott. Válaszoltam volna talán, de a lány már tovább fog. Állj meg kislány, és mondom a választ, csak adj időt nekem, jaj. Állj meg kislány, és elmesélem, hogy milyen az ő. Azután! Azt is kérdezte tőlem a kislány, hogy milyen az életem. Szoktam-e sírni, ha bántanak engem, és szomorú-e a szívem? És hogy kaptam-e tortát a szülinapomra, mert ő három tortát nem is láttam egyszerre. Válaszoltam volna talán, de a lány már tovább fog. Kislány, és mondom a választ, csak adj időt nekem, jaj!
jaj! Állj meg kislány és elmeséled, hogy milyen, milyen, milyen az én. Ahó! Állj meg kislány, állj meg kislány, hátul is sziasztok! Állj meg kislány, állj meg kislány! És még azt is kérdezte tőlem a kislány, hogy mennyit keresek én. És van-e már autóm, van-e lakásom, a rózsadom tetej, vagy meződuron? Válaszoltam volna, de ő már nem figyelt rám. Elfutott, ment, várta őt egy srác az utca másik oldalán. Hát ilyenek ezek a lányok, drágáim. Na most nézzük egy kis ritmus próbát. A gyönyörű szép jobb és bal tenyereket, fél méter a föld fölött, egyszerre csapjuk össze, gyerünk mindenki! Állj meg kislány, és mondom a választ, csak hagyj ide nekem, ja. Állj meg kislány, és elmesélem, hogy milyen az én. Állj meg kislány, és mondom a választ, csak hagyj ide nekem, jaj. Kislány, és elmesélem, hogy milyen az én. Állj meg! Csak adj időt nekem! Állj meg, kislány, és elmesélem, hogy milyen az én. Állj meg, kislány, és mondom a választ, csak adj időt nekem, jaj! Kislány, és elmesélem, hogy milyen az életem. Csak egy táncol, mitől a kérdelém, azután ment minden könnyedén. Együtt mentünk, haza tudott, és a többit nem tudom. Csak egy csókol, boldog pillanat, amit laktam kaputok alatt, többször mondtam. És most is tudom, és a többit nem tudom. Nyílt a kapu, kivár le át, nem volt az más, csak a mamád. Rám is fordult, gyere be, többé nem engednek el vele. És hogy egy táncolt, mitől a kérdem én, de már több kell, maradj az enyém. Egy is kérem, a kezed az udon, és a többit. És a dal is újra neked szól. Most itt vagy velem, szorítsd meg a kezem, szorítsd meg és figyelj jól. Most jöttök ti, hogy szólj! De örülj velem, kérlek úgy, ahogyan én. Szuper, még egyszer! Szólj! De ameddig csak élek, élek. Everybody újra! Szóljon hangosan az ének, örülj velem, kérlek úgy, ahogyan én. Szóljon hangosan az ének, ameddig csak... Na jó, akkor menjünk tovább! Te sem tudhatod, hogy mi vár majd rád, ha valahova betévedsz. Na de, ha ott is szól a dal, nincsen semmi baj, hisz ritmusra ver a szívem. Itt vagy velem, újra együtt, igen, s a dal is újra neked szól. Most itt vagy velem, szorítsd meg a kezem, szorítsd meg és figyelj, jó. Na halljuk csak! Szóljon!
de örülj velem, kérlek úgy, ahogyan én. Szóljon, de ameddig csak élek, élek elek én. Szóljon, hangosan az ének, örülj velem, kérlek úgy, ahogyan én. Szóljon, jó gyerekek, most jönnek a duettek, figyelj! 1, 2, 3, 4 Szóljon hangosan az ének, örülj velem, kérlek úgy, ahogyan. Zseniális vagy, anyukám! Szóljon! Na várjál! A férfi társaimat is! Na jó, hát ne, hogy... Na jó, hát ne szívatodok! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és... Szóljon hangosan az ének, ameddig csak élek, énekelek. Hát a Balázs, hogy ezt hallanám, már így úgy lomonunk van, hidd el nekem. Na, akkor ne adjátok fel! Szóljon hangosan az ének, örülj velem, kérlek úgy, ahogyan én. Szóljon hangosan az ének. Csonka András, színész, énekes és műsorvezető is résztvevője a mai napi őszülő programjának. Mivel készültél ez alkalomból? Hát én nagyon remélem, hogy bár itt elkezdett csepperegni az eső, de hogy egyrészt eláll, ez a legfontosabb, másrészt pedig, hogy kedve lesz a mezőtörőjöknek egy kis bulihoz. Hát én ennél házi buli hangulatot szeretek. A házi buliban tudod, minden van ott. Van temperamentumos dal, de van olyan is, ami kicsit a szívünkhöz, meg a lelkünkhöz jobban szól. Akár lassúzni is lehet rá. Szóval igazából arra számítok, hogy aktívan együtt leszünk majd, és nem csak engem hallgatnak, hanem velem énekelnek, és esetleg táncolnak. Mi alapján válogattad össze ezeket a dalokat? Hát most már ugye 1997-ben jelent meg az első lemezem, ugye alapvetően mégiscsak színész vagyok, de ez egy gyerekkori álmom volt. És hát 97 óta, most eltett 22 év, hát azóta azért jó néhány fellépés van mögöttem, és azt tudod, azért kialakul nagyjából, hogy amikor 30-40 perc időm van, akkor egy fellépés felkérésre, akkor mi az, amit esetleg bele szeretnék tenni, mik azok a best of dalok, amiket mindenképpen szeretnék elénekelni. Ugye hát azt tudja rólam, aki ismer, hogy én azért a gyerekkorom, kamaszkorom kedvenc dalainak a feldolgozásait énekelem, tehát ezeket már valaki sikerre vitte valamikor. Még a Ding Dongot sem én énekeltem először, bárki más gondolna. Úgyhogy azért bízom benne, hogy miután ezeket a dolgokat ismerik, úgyhogy nem lesz nagy munka ezeket bevezetni az ő jó érzéseikbe. Említetted a gyerekkorodat és a gyerekkori álmaidat. Mit tudnál mesélni egyébként a pályafutásodról? Hát, ahhoz most nincs elég időnk szerintem. Hát a gyerekkorom olyan átlagos volt, mint szerintem bárki más. Illetve annyiban nem volt átlagos, hogy nyilván többet jártam esetleg színházban, mert édesapám színész volt, tehát azért többet fordultam meg a színháza környékén, ezért is kaptam kedvet, és igazából nem is akartam nagyon más lenni, sosem csak színész. Ami egy hiba, mai fiatalokat arra buzdítom, hogy több lábon álljanak először, és tanuljanak nyelveket, és mindent csináljanak, amihez kedvük van. És aztán egy jó szakmát választanak. Tehát igazából színész akartam lenni, harmadik nekifutásra vettek fel a főiskolára, addig is ezzel foglalkoztam, nemzeti színház stúdiósa voltam, és hát amióta elvégeztem 1990-ben, hogyha úristen, azóta rengeteg minden történt. Tehát először is ugye 90-ben végeztem, és 91-ben már a Familia Kft. Című televíziós sorozatban voltam, ami hát egy óriási trambulin volt, ugye végül is az én pályámat az hihetetlen módon beindította, úgyhogy azért nem lehetek elég hálás, és aztán utána hála Istennek, bár színész szakon végeztem, és nem is gondoltam arra, hogy lehetnék műsorvezető is, azért ez is bekuszott az életembe, meg a popzene, ami egy gyerekkori álom volt, tehát végülis tényleg azért sok minden történt, így azt hiszem, hogy nem lehetek hálátlan. Elközül a sok minden közül ki tudsz emelni valamit, amit a legnagyobb sikerednek tartasz? Hát mindegyik valamiért az. Hát színházi szerepeim közül sok van, amit így mondhatnék. Akár most a Mary Poppins, ami egy álom hogy azt megkaphattam. Vagy a Szépség és a Szörnyetek volt. Vagy volt a Kapjel, amit még Santusz Barbarával egy kétszerepes musical. De voltak olyan sikereim is, ami egészen meglepő volt nekem is, hát például a Szombatesti Láz című televíziós táncversenynek a megnyerése Keleti Andrával, hát ugye ez egy hihetetlen eufória volt, mert aztán tényleg nem gondoltam, hogy a versenytáncban el tudok jutni egy olyan szintre, hogy ebben így győzedelmeskedünk, úgyhogy hát nem tudom, igazából apró kis sikerekből tevedik össze szerintem az emberet, meg kudarcokból. Hát rengeteg, én az elég sokat aggodalmaskodom, marcangolom magamat, és nem is vagyok elégedett igazából sosem, de talán ez valamilyen módon mégiscsak előrehajt. Hogy ilyen sikereket érjenek el az emberek, tehát kell, hogy egy biztos motiváció legyen az ember mögött, a számodra ez mi?
Hát a motiváció mindenképpen az álmom, amit folyamatosan nap mint nap meg kell valósítanom, hogy színpadon állhatok, és ez nem egy papírforma, hogy akkor minden működik, hiszen minden előről kezdődik, minden néző, aki beül aznap este, az először látja az előadást, és meg kell őket nyerni, és a fellépésen is meg kell nyerni. Tehát ez nem egy papírforma, úgyhogy a motiváció az, hogy hát sikerem lehessen, meg hogy fogadjanak el, lehetőleg szeressenek is. Volt esetleg olyan személy vagy művész, aki nagy hatással volt a te pályafutásodra, akitre példaképként tekintettél, vagy tekintesz a mai napig? Hát nem, azt tényleg nem tudom felsorolni, nagyon sok, tehát egyet nem tudok felsorolni. Nagyon sokan voltak mentoraim, vagy olyanok, akik nekem fontosak volt, Bodrogi Gyula, aki például ugye segített abban a döntésben, hogy fogadjam el a Familia Kft. Szerződést, mert ugye őnála voltam szerződésben, és föl kellett bontanom azt a szerződést, és ő mégis mindig adott nekem szerepet szabadúszóként is. Úgyhogy, de hát rengeteg külföldi magyar, nagyon rajongó típus voltam, meg vagyok is, tehát rengeteg a nagy öregek, akiket sajnos a mai fiatalok már fogalmuk sincs, ha azt mondom, hogy Süjok Mária, Páger Antal, vagy mondhatnék Rutka Éva, Latinovics Zoltán, tehát hogy én abban nőttem fel abban a korban, amikor ezek az emberek még ott voltak az életünkben. Ugye a mai televíziós csatornák műsorát beltekintve, ma már nincs tévéjáték, nincs tévéfilm. Nem nagyon szeretem ezt a világot. Az ilyen szoros időbeosztás mellett és a rengeteg fellépés mellett mennyire jut időd egyébként a magánéletedre, illetve a hobbikra, a családra? Hát tulajdonképpen annyi jut, amennyit szánok rá nyilván, de nekem mindig az a fontosabb volt az, hogy működjenek azok a szakmai dolgok, amit elképzeltem. Persze hát a magánélet is része az életünknek. Nekem egy kicsit azért, szerintem az kicsit háttérbe szorult, és ebben nyilván én vagyok a hibás, vagy nem tudtam igazán azokat a fajta kapcsolatokat megtalálni, amiket mondjuk az ember elképzelt magának esetleg gyerekkorában, vagy ebben én is hibás vagyok nyilván, de azokra a kapcsolatokra viszont emlékszem jó szívvel, amik viszont olyanok voltak, csak hát nem tartott örökké egyik sem, hát van ilyen. Hát akkor a munka az első számodra. Hát igen, tulajdonképpen igen, de az élet az első, tehát az életet élvezni szeretném, nem mindig megy. De szeretném magamnak megadni azt a luxust, ha úgy tetszik, hogy nyáron elmehessek pihenni, ha már dolgoztam, akkor ne az legyen, hogy egész nyáron packáznak velem, hogy akkor most itt kell színházi adás, ott nyári szabadtér. Nem, nekem ez fontos, hogy feltöltődjek, nekem a nyár a kedvenc évszakom, csak napsütésben akarom élni az egész életemet, utálom, Isten bocsáss meg, és mindenkitől elnézést kérek, én nem szeretem a telet. Az ősz sem nagyon szeretem, mert ebben milyen öröm van, amikor eltűnnek a színek, meg esik az eső. Szóval nekem a kánikula kell és a nyár, és akkor ezt szeretném megélni állandóan. Hát akkor szeretettel köszöntünk az őszre. Köszönöm, hogy ezt megteremtetted nekem, de ez is jó. Egyébként mindennek hálásnak kell lenni. Azt gondolom, hogy az apróságokért való hála az az ember személyiségét és a stresszes életvitelét egy picit lenyugtatja, úgyhogy egy kicsit ebben gondoljuk bele, csak viccelek. Jó, nem szeretem a telet valóban, de azért mégiscsak egy szép évszak, mert annak idén rengeteget ugye építettünk, hóembereket, szüleinkkel, osztálytársainkkal, meg össze lementünk gesztenye gyűjteni az osztálytárs. Ez a volt, mindennek van egy ilyen emléke, maradok a nyárnál. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök az Artkultúra című magazin műsorunkat látták. Újabb adással október 25-én is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!